Hogy hogy jutottam el ide, hogy véresen, vizesen és mocskosan menekülök? Nos, ez számomra is még mindig kérdés. Van úgy, hogy barátnak hiszünk valakit, és kiderül, hogy mégsem az. Van úgy, hogy menekülnöd kell bűneid elől, de épp a vesztedbe rohansz. Elhallgatnád súlyos tetted, de ezzel veszélybe sodrod magad és barátaid. Feláldozod-e a barátaid, hogy megúszd? Sokszor azon gondolkodom azóta is, hogy mi volt a véletlen, és mi a szándékos. Életünk megcsömörlött. Valami újat, valami kalandot akartunk. Az egész történet négyünk elhatározásával indult. Mindegyikünk elért egy pontra, ahol éreztük, mást akarunk. Nekem ez a pont az egyik fellépésem volt, épp egy striptiz után. De ma nem fog menni, úgy érzem. Szóval most legyen nagy a pofám, mi? Kriszta, miért csak támadni tudsz az egóddal? Most legyen vér apucádban! Csináld azt, amit jól tudsz. Énekelj! Sure.
Hát te mit keresel? Gondoltam, örülsz, ha látsz, mielőtt elutazom. Hagyj békén. Hé, Gyú! Miért csinálod ezt velem? Hm? Gyere már ki! Tudod, hogy öregem, tököm már tele van veled. Aztán miért? Én 3 éve dolgozom veled együtt. Velem te nem... Mindig én húzlak ki a szarból. Már elnézést. De ha jól emlékszem, a múltkor is én voltam az, aki kiiktatta a riasztót, vagy nem? Egyszer bejött. De mindig én csinálom a piszkos melót. Hát most se te fogod. Remélem is. Most én fedezlek, te meg megszerzed a pasitól, ami kell. Mindenki a helyén marad és kusson! Senki nem mozduljon! Ha nyugton maradnak, nem esik bántódásuk. Csak keresünk valakit. Te látod? Mm-mm. Vin, ott van! További jó étvágyat! Gyere már! Add ide a kulcsot! Add már ide! Egész nap éreztem valamit. Szólj már be a központba! Te meg indítsál már! Jó van. Hello, központ! Itt a 23-as. Itt a központ, hallgatom 23-as. Rákból nincs ereme semmi! Ezt már megint hogy érted? Úgy érted, hogy a nyakatokon vagyok és esetleg keresztbe teszek nektek, így érted? Na most kusson mindenki! Hagyjátok már abba, rohadtul elegem van, oké? Figyelj, neked nem furcsa, hogy kapunk egy kezdőt, aki mindent megérez, mindent sejt és mindent jobban tud, mint mi? Nem lehet, hogy belsős vagy öreg? Az vagyok, persze, és figyelem a megye nagy nyomozóit, ahogy egy szakadt Fordban üldözik a bűnözőket. Hogy ne? Bocs, ebédelni indultunk, nem kergetőzni. Hagyjátok már abba, rohadtul unom, jó? Mivel érdemeltem ki ezt a munkakörnyezetet? Kusz! Óvatosan! Jó vagy, nyugi, bazd meg! Vegyezd még! Ha így vezet melletted, meg fogom tökleni! Központi 23-as. Hallgatom 23-as. Lerohadtunk valahol az erdő közepén. Vettem. Adja meg a helyzetét. Az erősítést küldöm. A 72-es kód továbbra is folyamatban. Kocsi!
Halló, Hoffmanner vagyok. Nézzetek utána egy rendszámnak. Sürgős. Igen, írjad. Nyár van, fiatalok vagyunk, élni szeretnék, élni. Akkor hova menjünk? Hát én diszkóba nem megyek. Na hát oda én sem. Menjünk hozzánk. Vagy mi van abban az ügyvéd haveroddal? Ja, apám haverjával. Úgy tudom, hogy most már nincsenek jóba, úgyhogy ezt kilőhetjük. Mi? Milyen ügyvéd? Én erről nem tudok. Nem is tudhatsz róla. Tavaly ketten voltunk csak Krisztával, egy tóparti faház. De hát ez tök jó, ezzel mi a baj? Hát az, hogy már apám nincs jóba vele. Mi lenne, ha felhívnád az irodát? Jó. Kaland végre. Ezt akartad? Ezt. Bocs, nekem is telefonálnunk kell. Kati? Telefonál. Már nem. Nos? Na, jó hírem van, az ügyvéd elment nyaralni a Balatonra, igaz? Nem túl messze ment, de a titkárnője mondta, hogy most nem lesz ott a faházba, úgyhogy mehetünk. Na, hát ez tök jó. Hívjátok fel Júliát. Arra ne legyen gondotok, majd én elintézem. Normális. A francba. Ez bejött. Mondd meg a főnöködnek, ezt a csippet sosem kapja vissza. Jó vagy? Megfogta a mellén? Megfogta? Meg. Húzzunk innen, ezt elbasztuk.
Igen, főnök. Hivatott. Nos. Tönkrement egy rendőrautónk. Semmi gond van ilyen. Összetörve találtok egy autót az erdőben. Semmi gond, előfordul. A folyóból húztak ki egy francia állampolgárt az autójával együtt. Még szerencse, hogy francia. Elrabolták egy tisztes polgár autóját, amit a pláza előtt hagytak darabokra törve. Még ilyet is láttam már. De azt, hogy egy autó betörjön a pláza főbejáratán, na olyat még nem. Maguknak kutyakötelessége lesz volna megállítani ezeket a bűnözőket. Gondolom, semmit sem tudnak róluk. Csak találgatnak. Ennyi erővel lottózhatnának is. Mindenki Mr. Winnek hívja ezt az úriembert. Társa egy bizonyos Steve. Ezek valami amerikaiak? Ez a maguk dolga lesz kideríteni. És mit tudunk még róluk? Csak én. Én tudok róluk bármit is. Ez a Vin és Steve. A drogtól kezdve a prostituáltakon át, autólopásokkal és minden egyéb bűncselekményekkel összeköthetők. Törzshelyükről tudunk. Egy népszerű pub a külvárosban. Menjenek el oda, figyeljenek, tájékozódjanak. Főnökükkel egy striptease bárban találkoznak rendszeresen. Oda egyelőre nem ajánlom, hogy elmenjenek. Tapadjanak rájuk. Tudjanak még minél többet. Fotózzanak, kikkel találkoznak. Szóval akkor szabad kezet kapunk? Folyamatos tájékoztatás mellett. És a tanulót maguk mellé osztom az ügy végéig. De uram! Az ügy végéig. De már 2 hete velünk van. Hát, oldják meg minél előbb az ügyet. Ha elkapják kellő bizonyítékkal ezt a Vint és társát, akkor megszabadulhatnak tőle. Addig segít maguknak. Ha nincs kérdés, akkor menjenek a dolgukra. Húzd bele a belet. Az úgy volt, hogy... Te ma ne. Meglépett előlünk. De elkapjuk. Hagyd. Megoldom. Van új feladat. Mi a meló? Van egy kis köcsög. Csajomat akar. Feladat? Takarítsátok el a szemetet az útba. Módszer? Ne jöjjétek meg, az apja egy barom. Akkor mégis mit csináljunk vele? Te befogod a pofádat! Akkor mégis mit csináljunk vele? Nem érdekel. Többet baszni se legyen kedve. Mennyi? 2. Fejenként vagy összesen 2? Vin csinálja. Mikor? Most. Kis csajró! Égédj már el! Halló, Vin! Szerinted én nem tudom? Mi van a csajom ügyével? Folyamatban.
Egyelőre hagyjad. Új megbízatást kapsz. Menj el a Hofmanner nyaralójába, a tóhoz. Keres valami adatkártyát, vagy csippet. Nem tudom, hogy mekkora vagy, hogy milyen. De fülest kaptam, hogy oda rejtette. Mikor? Éjjel csinált, feltűnés nélkül. A ház üres. A bejutásról neked kell gondoskodni. Oké, mennyi? Ez megér egy 20-ast. Kézbe. 20? De figyelj, Viny! Ha ezt is elcseszed, neked véged! Segíts, Steve! Szükségem van most rá. Steve! Steve! Nem tehetem! Tudod jól, hogy kiszálltam. Ezt neked mondtam először. Ugyan már, Steve, társak voltunk. Nem teheted ezt velem. Tegnap is együtt csináltam. Figyelj! Én már kiszálltam. Ha kell, ezt írásba is adom neked. Nem érdekelnek az ügyeid, ezt tegnap is. Szia, Steve! Sziasztok, lányok! Gyertek, üljetek le! Nem lehet, többen vagyunk. Ó, négy lány! Ugyan van itt hely elég, nem igaz? De, látjátok, barátom is örülne, ha ide ülnétek. Na, akkor szólok a többieknek. Hé, Kati! Minden rendben? Te! Minek kellett ezeket ide írni? Most mit parázol? Nyugi, szépek, nem? Egyiket, másikat vizel egy fél órát, aztán kész. Gondolod, hogy olyan? Meg kell próbálni. Minden nő kurva. De jöhetünk? Üljetek. Hadd mutassam be a barátomat. Mindenki csak Vinnek hívja. Hello, Vin. Réka vagyok. Én meg Kati. Kriszta vagyok, a lányok szóvívője. Júlia. Én meg Steve vagyok. Yeah. Steve, nincs kedved eljönni velem nyaralni? Hova? Biztos lenne kedved hozzá. Ami tó mellé megyünk. Érdekes, a barátom Vin is egy tó mellé megy. Na hát, nyaralni mész? Nem, munka. Milyen munka? Biztosan nem irodai munka. Valamit el kell hoznia. Betörő? Nem. Igen, most egy fontos melója van, mondom. Egy mikromában a pofára. Jól van, nyugi, befogunk. Na, eljössz velem nyaralni? Biztos csak kéreti magát a fickó, pedig négy nagyon magányos lány hív magát. Csak három. Kettő. Egy. Akkor csak egy nagyon magányos lány hív. Hidelnia egy is. Meddig vagytok ott? Egész jövő héten. Talán a hét közepe felé megnézlek titeket, ha megadjátok a címet. Jó, Réka, írd fel a címet, én addig rendelek. Érzem a jelenlétüket. Megvannak a fotók, B. Meg. Jó kivehető, hogy négy lánya együtt voltak az étteremben. Az egyik lánya pultosnak odaadhatott valamit, amit a farmerjába, vagy még lejjebb a bugyjába dughatott el. Mióta vagy te ilyen okos? Születésem óta. Ékubajnok voltam az iskolában. Nem véletlenül lettél akkor rendőr B. Elkövettük azt a hibát, hogy egy pultosnak elmondtuk, na hogy jó, mit tervezünk, ráadásul a címet is odaadtuk neki. A rendőröknek nem tartott sokáig kideríteni, hogy az általunk leírt cím egy Hofmanner nevű ügyvéd hétvégi háza. Az meg nekik sem okozott gondot, hogy megtudják, az ügyvéd jelenleg nyaral. További szép napot. Tessék. Aztán sok pénzt vegyél ki. Úgy is elköltjük. Láttad-e már közelről a kétségbeesést? Fájdalmasan üvölteni boldog születést? Hallottál-e dübörögni halált ágyakon? Tudsz-e vajon uralkodni piszkos vágyakon?
s a holtál habzó szájad igaztalan vádat. Tudsz-e vajon ígéretből építeni várat? Tettél-e már szépet hülyét csinálva magadból? Nem mit tudsz tenni elvökült harapból? Néha én már nem is tudom gondolkodni sem. Legjobb, hogyha minden úgy lesz, ahogy azt teszem. Kikapcsolnék mindent rögtön, hogyha tenném. És csak üvöltennék, és csak üvöltennék! Kikapcsolnék mindent rögtön, hogyha tenném, és csak üvöltennék, és csak üvöltennék! Kétségbeesést, fájdalmasan üvölteni boldog születést. Hallottál-e tüpörögni halált ágyakon? Tudsz-e vajon uralkodni piszkos lágyakon? Jó volt újra meglátni a házat. Rengeteg jó emlék jött elő. Szerencsére a tartalékkulcs helyére is emlékeztem. Voltak bajos előjelek, ami akkor nem érdekelt minket. Basszus! Ez itt ma volt. Mi? Szerintetek van itt valaki? Nem hiszem. Akkor már. Mit tudom, még mit felejtették. Mindegy, húzzunk be. Kati, gyere be te is. Ez az. Ezt már szeretem. Pont olyan, mint akkor, csak most szabadok vagyunk. Hát nem tudom. Engem eléggé aggasztó nyitva volt. Nincs itt valami friss. Nehogy nyaraljanak, mi meg betörünk. Kati, szerinted mi nem törtünk be? Most, hogy így összemelegettünk, szerintem menjünk ki a kocsiba, hozzuk be a cuccokat és fürödjünk egyet, hm? Milyen a víz? Szerintem hideg. Ilyen hideg. Mindig hideg. Mindannyiunknak valami újra lenne szüksége. Lazítani, bolondozni. Valami olyat csinálni, ami a józan logika ellen van. És van valami épp kézláb ötleted? Menjünk el csónakázni. És megfagyni? Én személy szerint nem szeretném. Hát, én sem. Hát én... Na jó, ha így néztek rám, inkább nem. Akkor mit? Irány a szomszéd falu.
Na Réka, tetszik ez a hely? Nekem tetszik, olyan otthonos. Otthonos. Jaj, nézzétek azt a srácot, ott milyen helyes. Bírsz megülni a valagadon? Nem, nő vagyok. Ebből megint hapsizás lesz. Lányok, nektek van kedvetek faszizni? Hát nem tudom. Végül is, hogyha jó fej, meg helyesek. Uh-huh. És te, Kriszta? Hát engem inkább csak szórakoztassanak, mint sem, hogy hozzám érjenek. De ha mondjuk valaki gitározna... Ez a mici mackós. Aha. Szereted a paradicsomot? Ez mi az? A paradicsom. Kinnől a földeken. Az mi? Az? Jó kis hazai. Az vele kicsit. Aha. Csak egy kicsit. Ott van, vedd el. Olyan messze van. Nyúljunk érte. Ja. Na? Sárítek. De mi van benne? Mondtam, jó kis hazai. Fino. Ez nagyon erős. Dehogy is. Fú, de. Ne, apámnak tavaly erősebb lett. Idén nem lett olyan jó. Apád csinálta. Az. Hogy lett te apád? A te jó csámú. Akit egyszer betakar, többet nem kell fő. Sírásul. Micsoda? Sírásul. Jó. Csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék. Csába! Azt nem így képzeltem! Gyere, segítek! Csak most ne legyél ilyen béna, gyere! Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek, és az elmúlt. Nem hallod? Azt hallgasd. Lemegyek. Ne csináld! Öltöz te is! Nem csináltad ezt! Nem öltözök, nem hagyhatsz így! Hova mész? Öltöz fel, elmész! Így hagysz? Így. Megyek, megnézem! Segítsél! Gyere! Mi van? Mi? Az a hülye
barom belerántott a vízbe. Beleesett a pénzem, a mobilom, az irataim, minden. Hülye állat. Na szép, gyere be, megszállítkozom. Barátja, Vin! Kicsoda? Úristen, ez tényleg Vin! Tüntessük el! Hogyan? Mondd meg, bazd meg, hogyan? Nem tudom! Jön valaki. Hello.
Szava? Hallom, buli van. Bocs, épp rosszkor jöttél. Tudod, a Réka rosszul van. Ó, de nincs valami baj, ugye? Semmi, csak sokat ivott. Ha, akkor az elmúlik. Túléli, nem? Egyszer Vin barátom is annyit ivott, hogy azt hittem nem éli túl. De túlélte. Az minden túlél. Na figyelj, azért jöttem, mert nem tudok veletek lenni a héten. Tudod, más dolgom akadt. Jó, oké. Nagyon sajnálom, de akkor én megyek is, jó? Jó. Szia! Várj egy kicsit! Krista, erősnek kell lennünk. Melletted vagyunk, ugye lányok? Igen, persze. Együtt csináltuk, együtt maradunk. Ez a mi titkunk lesz életünk végéig. És mi lesz a hullával? Mi lenne? Megeszik a halak, megeszik azok egymást is. A kövek lent tartják a tófenekén. Nejna pedig nem engedik feljönni a darabokat. Hát én nem engedném be ebbe a tóba a gyerekemet. Először hányás, aztán hulla. Holnap mi lesz? Alvás. Dehogy is, buli. El kell felejtenünk ezt az egészet. Honnan minden a régi. Sem magunk miatt, sem a látszat miatt nem engedhetjük meg magunknak, hogy beforduljunk. Nem tudom, mennyire fog ez menni. Menni fog, igaza van a Rékának. Menjünk be. Rendet kell rakni. Gyere. Másnap már valami egész mástól fáradtam. A látszatot megtartva mentünk ki a strandra. Hogy felejteni próbáltunk-e? Nem tudom. Az biztos, hogy lapulni akartunk. És bízni abban, hogy nyom nem maradt tettünk után. Ebben egészen reggelig tudtunk bízni. Ott vannak a lányok. Gyerünk! Úristen, mi az? Hello! Hogy vagytok? Ne lazzák, B. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot, uraim! Miben segíthetünk? Keresünk egy embert, és bizonyítékunk van. Mr. B. Mindenki így ismer. Szóval, bizonyítékunk van arra, hogy önök kapcsolatban állnak egy bizonyos Mr. B-nel. A teljes nevét nem tudjuk, de reménykedünk benne, hogy önök talán elárulják. Nézze, uram, biztos, hogy összetéveszt minket valakivel. Mi csak nyaralunk, tudja, vakáció. Na jó, elég a süketelésből. Bizonyítékunk van rá, hogy önök találkoztak ezzel a Vinnel, Győrben. És Vin most valahol itt van a környéken. Véletlen lenne? Hát szerintem nem. Hölgyeim, megbeszélhetjük ezt valami nyugodtabb helyen. Hát mondjuk a nyaralójukban. Ott van Vén autóját. Ha most azonnal nem árulják el, hogy mi közük semmi a... Semmi közünk hozzá! Ne tagadjanak, azzal csak maguknak ártanak. De semmi közünk hozzá, értsék már igen. Meg! Akkor miért voltak fel az étteremben? Nem vele voltunk, hanem a haverjával, Steve-vel. Vele?
Igen. Akkor van egy rossz hírem, hölgyeim. Az illetőt meggyilkolták. Nemrég kaptuk az infót. Micsoda? Megtalálták az autóját az útszélén. Tessék? Nem mondtam semmit. Elég brutálisan végeztek vele. Menet közben többször rálőttek, majd egy fának csapódott. A felismerhetetlenségig szétroncsolódott. Az okmányok alapján egyértelmű, de az azonosítás még folyik. Kollégáink egész éjjel helyszíneltek. De hát ez nem lehet. Tegnap még itt volt. Itt? Nem. Ja, de igen, tényleg. Na most akkor mi van? Hány órakor? 2. Éjjel 2 körül. Ki ölte meg? Nem tudjuk. És most minket gyanúsít? Erről szó sincs. Csak szeretném, ha segítenének felkutatni ezt a Vint. Van egy olyan sejtésünk, hogy ő tette. Nem hinném. Higgy el, segítenénk, ha tudnánk. Akkor egyszer találkoztunk vele, azóta sem. Tévet ismertük, de őt is csak Réka meg Kati. Honnan? Üzleti kapcsolat. Miféle? Nem érdekes. Lehet, hogy Vin és Steve összevesztek. És mivel Steve-et meghívtuk, Vin is idejött, hogy megölje. Ez logikusan hangzik. De azt mondták, hogy Steve itt járt tegnap. Igen, Kati beszélt vele. Idejött és mondta, hogy nem ér rá. Hogy el kell mennie, és nem tud velünk lenni a héten. Akkor már csak egyet nem értek. És pedig? Miért áll itt Vin autója? Innen 3 kilométerre ölték meg Steve-et, Vin kocsia pedig itt áll. Megtévesztés. Véletlen. Vagy szándékos, hogy itt keressék. Ez gyanús. Higgy el, semmi közünk a kocsihoz, tegnap este még nem állt itt. Igen, és reggel sem vettük észre, lehet, hogy csak most jött. Van egy olyan érzésem, hogy Vin itt van a közelben. Nekünk is. Jó, köszönjük az információt. Kérem, ha Vin feltűnik, hívjanak. Rendben, hívni fogjuk Önöket. És vigyázzanak, azt hallottuk sok erre a betörés, és Vin is feltűnhet. Már gondoltunk erre, és ígérem, a névjegykártyája mindig nálam lesz. Szia, anya! Igen, minden rendben, már itt vagyunk a lányokkal. Mikor is értek haza, anya? A napokban? Jó, szerintem mi is, majd még megbeszélem a csajokkal, de most... Most már... Kurva életbe. Nem neked, nem beszélek csúnyán, anya, csak most már a Júlia is telefonálni akar, le kell tennem. Azért egy kicsit megijedtem, amikor a zsaruk megjelentek. Megzakkantam. Főleg, amikor Vin szóba hozták. Én is. Szegény Steve és az a mocskos Vin. De hé, hát nem lehetett Vin. Vin akkor már rég itt volt, amikor Steve még élt. Tehát valaki más. Tényleg, de akkor ki? Nem tudom. Szerintem köze nincs ehhez az egészhez. Steve-nek rengeteg üzlete volt. Mennyi jelensége lehetett? Hallgass csak, Júlia! Jaj, ne! Ez annyira kell! Ne, kapcsolj! Júlia? Hm? Nálad van a passzátnak a stúz kulcsa? Jaj, mert?
Mert elvihetnénk a kocsit valahova, és azt hinnék, hogy Vin vitte. Te hülye vagy, és mi vagy, ha meglátnak minket? Senki nem mondta, hogy nincs benne kockázat. Állj meg! Itt, ide a kukoricás mellé eldobjuk. Figyelj, Júlia, valamit el kell mondanom neked. Biztos, hogy totál hülyének fogsz nézni, de én láttam Vint. Én kimegyek. Szólj, ha valami jó kezdődik a tévébe. Szólni fogok. Kezdődik. Vissza nem tudod, merre kell menni. Csak követnünk kell a jeleket. Zöld sárga zöld. Itt nem látok semmiféle jelet. Tévedsz, egy erdő mindig tele van jelekkel. Brutális volt, hogy élni akartuk a normális nyaraló csajok életét, de éreztük torkunkban a gombócot folyamatosan. A rendőrök ránk találtak Kati miatt, mert ő ismerte Steve-et és Vint, és mi is találkoztunk velük. Nyilván ezen a szállon jutottak el hozzánk. Közben Vint láttuk már mindenhol, mindenben. A lelkiismeretünk játékának hittük, még nem bizonyítékot kaptunk a maga fizikai valójában arra, hogy Vint vagy valaki más ránk akar ijeszteni. Honnan van az? Viné volt. Hát te nem vagy igaz, Júlia, azonnal az idazt a fegyvert. Itt a réka jele. Ha nem is zöld, sárga, zöld. De elég egyértelmű jel, az biztos. Csak az a kérdés, hogy ki tette ide. De most mi lesz velünk? Tehette maga Vin is, amit erősen kétlek, de lehet, hogy az az ember tette ide, aki meg fog minket zsarolni. Lányok, most mit csináljuk? Nem tudom. Biztos, hogy férfi volt. Úristen! Hol? Ott láttam Vint a fák között. Ott! Nem tudom, merre futott. Ő volt az. Bassza meg. Bassz meg, Vin, bassz meg! Nem félünk egy cseppet sem, mi vagyunk előnyben! Ne ordítsál már, más is lehet itt az erdőben. Különben is lehet, nem is ő volt. Jó, az erdész futott előlünk, nem? Ez annyira lehetetlen. Nekem mondod. Júliának támadt egy ötlete, hogy hogyan tudhatunk meg többet úgy, hogy nem áruljunk el, hogy pontosan mik is a kérdéseink. Izgalmas és érdekes játékot indított, ami végén vagy nyertesként, magunkat tisztázva, vagy totális vesztesként kerülhetünk ki. Na, hogy áll a nyomozás, haladtok? Megköszöntöm a találkozót így kettesben. Igazából már először észrevettelek, tudod, úgy jobban. És megtetszettél. Nő vagyok, és hát érted. Na jó. Tudom, hogy láttad a kulcsot, és nem tudom, miért hallgattál akkor, és azóta is miért hallgatsz. Ez a dolgom. Figyelni. Mesélj csak el, miközöttök van ez a Vinhez. Szóval veszélyben vagyunk?
Játszhatjuk ezt a sakkparti beszélgetést egy ideig, de mit ketten tudjuk válaszokat? Akkor keressünk kérdéseket a válaszokhoz. Azt tudom, hogy van valami, ami összefüggésbe hoz titeket ezzel a Vinnel, Steve halálával. Ez kérdés volt? Nem, ez a válasz volt. A kérdés az, hogy vajon ti tudjátok-e mi az? Úgy érzem, megbízhatok benned. Megkínélek valamire. Fontos és kockázatos. Infó kellene, de csak egy telefonszámom van. Mondjuk úgy, vinejtett el a kulcssal együtt. A házban? Segítesz? A telefon leallgatásához ügyészi engedély kell. Ez eltartott pár napig. És nélküle? Cuccok kellenek. Megbeszélem a többiekkel. Egy óra múlva meg lesz. Talán ki tudjuk kérni az elmúlt pár napot a szolgáltatótól. Szóval a főnök azért küldte ide Vint, hogy szerezze meg... A rendőrökkel való együttműködés után ötletelgetni kezdtünk. Ki kivel, miért, hogyan. Egyet már biztosan láttunk, hogy nekünk nem lett volna szabad a házban tartózkodni. E ház lett volna a helyszíne egy csúnya cselszövésnek. A lehallgatott telefonokból kiderült, hogy Steve és Vin főnök áll az egész mögött. Steve azt a hálátlan feladatot kapta, hogy ölje meg volt társát, Vint. Mindezt úgy szerették volna kivitelezni, hogy Vint ide csalják a házba, hogy találjon meg egy csípet. Vin idejön, Steve pedig lecsap rá. Az volt csak a baj, hogy a ház nem volt üres. Mi voltunk itt. Te jó ég, Júlia, ezt mindegyedül logikáztatok. Vin betört, én pedig leszúrtam. Gyakorlatilag Steve helyett. Steve pedig él valahol vígan, hiszen az állítólagos hullaját megtalálták. Így ő ebben halott. Csak az az egy nem volt világos, hogy ki az, akit láttunk. Ki az, aki jeleket hagyott. Hova tűnt Vin hullája? Kezdtünk hinni abban, hogy Vin él, de felmerült az a verzió is, hogy Steve az, ki el akarja velünk hitetni, hát ha megtörünk és bevallunk mindent a rendőröknek. Érdekes elméleteket gyártottunk, és tudtuk, hogy a rendőröknek is megvannak a maguk elméletei, és féltünk attól, hogy az ő nyomozásuk vajon rávezeti-e őket a gyilkosságra. Az elméletünkben azt hittem én is, hogy mindenki hisz, de Kati folyamatosan kételkedett. Nem néztek ki túl sokig szakták? Bravo, bravo. Nem is vagy olyan hülye, mint amilyennek hittelek. És még azt hittük, hogy Vin az. Hol van Vin? Húzzunk innen! Gyere már! A strandon nem csöcsödünk, mint ki a kutyák miatt. Segítségért meg mégse kiállhatunk. Krista, már egy órája itt ülünk. Hogyha utánunk jött volna, már réges-rég itt lenne. Sst, Kati, nem hallom, ha jön. Krista, tedd már le azt a fegyvert. Nem adom oda, Kati, enélkül védtelen vagyok. Te igazán félreismerted ezt a barátod, a Steve, a bátor lovag. Ez képes. Nem csak én vagyok rossz ember ismerő. Én ezt nem bírom tovább, lányom. Krista, add oda azt a fegyvert, mert még megsebesítesz valakit. Tessék. Vigyázz, Kati, a hátad mögött! Tudod, Rékre, egyedül én is félnék. Jézusom! Hát, Júlia, te is nagyon jó emberismerő vagy. Rohadt kurva vagy, Kati, hogy tetted ezt velünk? A barátaid vagyunk! Hogyan? Steve szólt, hogy van ez a dolog. Bocs, Krista, nekem kellett volna szólnom, de hát így is tökéletesen... Szemét vagy! Így hát belekeveredtünk mindannyian, ha akartuk, ha nem. Bár ennyi csűrés csavarás nem volt belekalkulálva a dologba. De miért, Kati, miért és mióta? Ennyi pénzért? Hülye vagy! Már régóta tervezsz, csak mindig beleköltetek a levesbe. Kati, intézd el a csónakot. Én addig beszélgetek a lányokkal. Földre. Földre! Azért nem mondom. Majdnem mindenre. Majdnem egyedül rájöttetek. Utálom, ha hülyének néznek. De most végre eljött az én időm. Jöjjön, aminek jönnie kell! Ah,
Ez már égő. Mindenképp a lányokért kell menni először. Miért kellenek nekik a lányok? Miért? Azért, mert van náluk valami, ami kell nekik. Vagy csak tudnak róla. Ja. Mi a fasz csinálsz, Bék? Ki nem látod, itt fekszik egy ember. Mi a fasz? Elütöttél valakit, bazd meg? Dehogy nem ütöttem el senkit. Az ki? Nem tudom. Hát ez tutira meghalt. Átmentek rajta. Srácok, kezd komoly lenni a helyzet. Béte, itt maradsz és hívsz erősítést. Mi meg Gével megyünk, gyere. Miért én? És a lányok? És még valami. Nézz utána, hogy kitűnt-e Steve halála napján, mert szerintem akit mi Steve-nek gondoltunk, az kurvára valaki már. Júlia! Most mi van veletek? Ez Kati, nem más? Ne menj oda, Júlia, bazd meg! De Krista, hát fegyvertelen vagyok. Én vagyok az. Ne lálod el minket a rohadék, bazd meg! Ez nem igaz! Steve kényszerített. Nem tehettem már. Takarodj el innen, Kati, mert lelőlek, esküszöm! De Krista, én nem akarlak titeket bántani. Ez Steve lesz. Hanem azért jöttél ide, hogy Steve-nek húzd az időt, igaz? Úristen! A lányok ajtója nincs itt. Beég a villany. Én nem értem ezt az egészet. Ez az elgázolt tűrge, ez a Vin, meg ez a Steve, aki nem is Steve. Mi van? Nem tudom, mi a fasz folyik itt. Menjünk be. Már egy kicsit. Mi ez? Vér? Vér. Valakit odébb húztak innen. Na, figyelj, te nézd meg körül. Én meg ide ki. Azonnal jöjjön elő!
Steve! Tudjuk, hogy maga az! Be van kerítve! Jöjjön elő lassan, tarkóra tett kézzel, nincs más választása! Bassza meg! Nem juthatott innen ki. Réka, megjöttek a szüleid. Mi van? Megjöttek a szüleid. A kurva életbe raktam. Megkapcsolták a wifit. Lehetetlen, azt mondták, csak holottál jönnek. Ne rágod csont a kérdés, de választ nem találok. Arra, hogy hol van az érték, és hol van a szeretet, hogy hol van az a hit, ami összefog ezreket. Csak néhány dolog, amire választ keresek, de lehet, hogy feleslegesen magyarázom neked. Én is érzem. Miért kell félelemben élned, eltipornod minden szépet, látni lát. Jutnunk a házból. Idióta, felelőtlen zsaru. Na most mi játszunk egy szép kis játékot. Az a baj, hogy egy kicsit sokan vagyunk. Steve! Hová, kedvesem? Nem vagyok a kedvesem! Én az alapvető protokollt azért tartsuk meg. Elnézést, Krisztina, hogy így hívtam. Engedjen! Igazad van. Ne húzzuk az időt. Készíts elő a terepet. Addig én elszórakozok. A Krisztinával. Látom, nem vagy olyan gyors, mint ez a csip. Nem érted, mi ilyen picsa?
Dobtam a főnököt, a kocsit, még a te szaros életedet is. Nem félek tőled, Vin. Nem félek, mert tudom, hogy kellett nektek valamire, csak azért hagytatok életben. Ne lőd be. Majd én lelövöm. Neked nincs. Nézzél már rá, ember, csúva víz vagyok. Persze. Várjál. Basz meg! Hogy fogod eltüntetni? Jól van. Ez nem az én dolgom. Megmondtam, hogy se tanul, se nyom nem marad. Ja, igen. És mi a te dolgod? Én megyek a pénzére a csippe. Csipp? Hol a csipp? Ez az. Hol van? Basz meg, hol a csipp? A kurva életbe! Ne! Elkurta a csippet! Hajd! Tudok embert, aki leszedi az adatot. Nem hagyom! Elronthat mindent! Szerinted elrontja? Jobban fél, mint bárki a földön. Steve, semmi nem volt véletlenül. Mindenre külön tervünk volt. Külön A terv erre, B terv arra, C terv a harmadik dologra, még F tervünk is volt. A rendőr egyik tervben sem volt. Krista sem fog semmit mondani. Hidd el. Nem volt véletlen, hogy megszökött? Lehet. Steve, te engem át akarsz baszni? Van még valami, amiről nem tudok? Sok minden, Vi. Sok kis véletlen. Hogy hogyan jutottam el ide? Hát igen. Ez számomra még mindig kérdés. Van úgy, hogy barátnak hiszünk valakit, és kiderül, hogy mégsem az. Van úgy, hogy menekülnöd kell bűneid elől, de épp a vesztedbe rohansz. Elhallgatnád súlyos tetted, de ezzel veszélybe sodrod magad
és barátaid? Feláldozod-e barátaid, hogy megúszd? Sokszor a véletlen cselekedeteink számítanak szándékosnak, és néha a szándék változik véletlenni. Így lesz valami véletlenül szándékos.